A szlovén kormány beruházásai, azok természetbe való beavatkozása ellen tiltakoztak környezetvédők méghozzá úgy, hogy végigúzták, evezték és biciklizték a száva folyó 260 kilométeres szlovén szakaszát. Arra akarták felhívni a figyelmet, hogy bizonyos építkezések nem csak a természeti élővilágban okoznak kárt, de a folyók mentén élők életét is megkeserítik. Mindegy, hogy valaki jobb vagy baloldalon áll, narancs vagy zöld a hitvallása, mi most a természet érdekében vagyunk itt, és tesszük azt, amit teszünk, fogalmazott Rock Rosman aktivista. A környezetvédők szerint kilenc gát építése is terben van a közeli jövőben, és, mint mondják, a jelenlegi törvények nem teszik lehetővé, hogy például a Halászati Intézet negatív szakértői véleményeket tegyen közzé.